milyen élettani hatásai vannak az eszenciális zsíroknak? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, először is tisztázzuk azt, hogy mit jelent az eszenciális zsírfogalma. Eszenciális azt jelenti, hogy szükség van arra, hogy kívülről juttassuk be ezt a zsírt, a szervezet nem képes ennek a szintézisére, ezt nevezzük eszenciális zsíroknak. Ugyanígy vannak eszenciális aminósavak, amelyeket szintén kívülről kell bejuttatni Eszenciális zsíroknak a két legfontosabb képviselője a linolsav és a linol, linolénsav. Ezek hosszú szénláncú zsírsavak, amelyből aztán a szervezet már képes a rendkívül fontos dokoza dokozahexénsav szintézise. Ezek az eszenciális zsírsavak és a belőlük képződő hosszú szénláncú zsírok rendkívül fontosak a retina- tehát a látás szempontjából fontos elem felépítésében, valamint a különböző idegi struktúrák, membránok felépítésében. Kimutatták azt, hogy ha az a gyermek, aki eszenciális zsírsavakban nem kapja meg a megfelelő mennyiséget, tehát maga a mennyiség és a minőség zavart szenved, akkor a szellemi teljesítő képesség is zavart szenved. Ez leginkább a koraszülöttekre érvényes, de bizony, statisztikailag definiálható, meghatározó különbségeket negatív részről kimutathatók egészséges csecsemőkben is akkor, hogyha számukra az eszenciális zsírsavakat, vagyis a linolsavat, linolésavat nem tudjuk biztosítani. Új ismeret, hogy azon túl, hogy a linolsav, linolésav nagyon fontos a látás, szellemi fejlődés, mozgásfejlődésben, újabb ismeret, hogy ezekből a molekulákból immunmodulás zsírsavak tudnak szintetizálódni. Egy nagyon fontos azt is látni, hogy nem elég azt mondani, hogy nagyon, nagyon sok linolénsavat, vagy együtt nagyon sok linósavat, vagyis omega-3, omega-6 -3 zsírsavat, mert nagyon fontos a kettőnek az aránya.